Még igényelhető védőoltás is, de számos megelőző intézkedés is javallott az influenza és a különféle vírusok elkerüléséhez. Influenza járvány ugyan még nincsen, de a háziorvosi rendelőkben hetek óta sok a beteg. Hát ebben a nyírkos időben elég sok légúti fertőzéssel keresik a rendelőt. Általában ez inkább mandulagyulladások, torokgyulladások, nátha, arcüreggyulladások, felső légúti tünetek vannak. Valódi influenzát még nem nagyon látunk szerencsére. Várhatóan, hogyha a járvány begyűrűzik, akkor a szokásos évi rendszer szerint megjelenik, de azért súlyos fertőzésekre nem számítunk. Először is érdemes az általános higiénés szabályokat betartani, úgyhogy kézmosás, arcmosás, miután az ember olyan helyről megy haza, ahol sok emberrel találkozott, illetve arra figyelni, hogy ne köhögjenek rá az emberre, mert légúti cseppfertőzéssel terjed a betegség. Fel kell jól öltözni, hogy ne fázzunk meg, egészségesen kell étkezni, megfelelő vitamin forrásról gondoskodni, és sokat mozogni, hogy az immunrendszerünk élénken tudjon védekezni. A védőoltás akkor véd igazán jól, hogyha tökéletesen eltalálták azt az influenza törzset, amelyik abban az évben terjed. Hogyha az influenza törzs változott valamennyit, már csökken az oltás hatékonysága, de ez nem azt jelenti, hogy teljesen hatástalan lenne. Úgyhogy feltétlenül érdemes még idejében kérni az oltást, hogy mire a járvány megjelenik, addigra már legyen védett az ember a betegség ellen. Mivel nincs jelentős járvány, és nem tudjuk, hogy nem indul be egy hirtelen kezdettel, mondjuk január közepén, január végén, sose lehet tudni. Ezért, ha ki most kéri, még védetté válhat az influenza ellen. Még van oltásunk, illetve tudunk igényelni, hogyha kérik az oltást. Természetesen a krónikus betegségben szenvedőknek érdemes, szív, tüdő, illetve cukorbetegeknél nagyon sokat tud segíteni, illetve azoknál a dolgozóknál, akik betegekkel foglalkoznak, vagy esetleg állatgondozóknál, akik farmokon, csirkefarmokon dolgoznak.